sportosat. Híradónk vendége Bíró Szabolcs, az Újpest egykori kapusa, a Monor kapusedzője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! Most egy kicsikét szomorú hírrel kezdjük. Igen, sajnos. Ugye, Juhász Péter 75 évesen, az Újpest 24-szeres válogatott labdarúgója pár nappal ezelőtt meghalt. Igen. És ma meg a Vasas 17-szeres válogatott játékos, a Müller Sándor. Így van. Aki szintén 1948-ban született, elhunyt. Igen. És van még egy kapus, aki nem is a régen. Igen, igen, hát ő azt hiszem, hogy egy kb. 2-3 héttel ezelőtt hunyt el, a Nagy Zsolt. Ő Kecskeméten, tehát aktív pályafutását leginkább Kecskemétről ismerhetjük, Tiszakécske kapusedzője volt legutóbb. Hát ő is, ahogy tudom, egy nagyon gyors lefolyású, súlyos betegségbe hunyt el. 75 évesen elment a Vasas, Újpest két legendája. Ez most egyéb véletlen, egybeesés, vagy most akkor... Hú, hát ehhez ilyen javas asszonyok kellenének, meg táltosok, meg jövendőmondók. Hát nagyon szomorú tény, nyilvánvaló bármikor bárki megy el, de hát igen, ez egy ilyen nagyon, nagyon rossz egybeesés. Mind a ketten, tehát hogy nem voltak a legegészségesebbek. Ez az e-sporttal jár, hogy akkoriban még nem volt olyan az orvostudomány sem, és ez tulajdonképpen a szervezet ki lett zsigerelve, és hogy haladt előre a korban az ember, akkor egyre több betegség jött elő? Emiatt esetleg? Szerintem nem. Nem, én nem szívesen mennék bele ennek a boncolgatásába, de nem hiszem, hogy az ő sportmúltjuknak szerves köze lenne a szomorú eseményhez. Szerintem mondhatjuk, hogy lehet, hogy genetika, de most belemenni információ nélkül teljesen felesleges. Ugye, csak azért merül fel az emberbe, mert ugye sok volt egykor labdarúgóról, hát tudja azt, hogy mindenki műtétre vár. Én inkább úgy fordítanám meg ezt, hogy ha azt az oldalát nézzük, hogy akkor viszont a maihoz képest szerintem sokkal egészségesebben táplálkoztak, természetesebb dolgokkal. Ugye ma sajnálatos módon nagyon sok fiatal sportoló is, ha nem is meghal, de különböző problémái vannak. Ugye pont a napokban hunyt el egy 35 éves amerikai futbolista, aki azért nagyon ott volt a toppon. Tehát ugye szokták mondani, hogy azért most ki vannak zsigerelve. Nyilván az orvostudomány hatalmasat fejlődött, és óriási dolgokra képes, de több a mesterséges anyag, hogy finoman fogalmazzak, és akkor ezt így fent hagyom. Nyilván nem lehet tudni, hogy genetikailag esetleg ki hogy reagál hosszú évek múlva, mert lehet, hogy abban a pillanatban, vagy a maga a karrierje alatt bomba forma, de 15 év múlva mindez visszaüt. Rengeteg mindent hall az ember az elhunyt sportolókról, nyilván egy csomó Conteo elmélet van, valószínűleg sose tudjuk meg az igazat, de szerintem nem is ránk tartozik. Mindenki próbáljon meg egészségesen élni, táplálkozni, sportolni, és amit szoktak mondani, amíg van Szilva Pálinka, addig. Most Újpesten a szurkolók most akkor boldogok. Hát a hétvégi ott vannak eredmény az ünneplésre. Igen. Most per pillanat igen, de hát már még azt sem mondom, hogy még nem dőlt el, mert szerintem már eldőlt. Hát ez már akkora a két csapat hátránya, hogy szerintem óriási nagy ballépés kellene bármelyik jelenleg bennmaradótól, hogy ez megforduljon, illetve hát ugye ott a másik oldala, hogy hiába kap ki valaki folyamatosan, a másiknak ugyanúgy nyernie kéne folyamatosan. Tehát... ami jelen pillanatban én nem látom reálisnak, egyik csapatnál sem. És tehát hát a ugye, két kieső, ezért már meg... Ha már Révész úr is azt nyilatkozta, amit nyilatkozott, és hát hogy most tényleg betartja ezt, hogy nem megy meccsre, nem gondolom, akkor szerintem már ők is úgy vannak vele, hogy készülnek a következő évre. Mármint ő NB2-es meccsre nem fog menni többet, azt mondta. Azt nem olvastam, csak ezt az egy kiragadott mondatot. Mert hogy szerint a színvonal az már
az neki az már nem jó. Hát szíve joga így dönteni, nyilván miután tulajdonképpen majdnem, hogy ő építette föl azt a klubot, már amennyiben ez így volt. Ha ő így dönthet, akkor nem fog NB2-es meccsre menni, akkor nélküle lesz a következő évben. Vagy feljutó a csapat, vagy nem. Szerinted a Kisvárda vissza fog még valaha is jutni, nem a jövőre, valaha is jutni az NB1-be? Hát figyelj, ez megint olyan, hogy igaz az az általános mondás, hogy a magyar fociban minden is megtörténhet, és az ellenkezője is. Nem lesz könnyű nekik, az biztos. Nem tudom, most ugye nyilván a csapat 80%-a külföldi, hallottam, hogy maradnak, mert hogy megegyeztek Révész úrral, hogy maradnak. Én még mindig azt mondom, hogy egy külföldi játékosnál ez sose lehet biztos, mert valószínűleg mindegyiknek a szerződésében van olyan pont, ami alapján vagy a klub, vagy a játékos felbonthatja ilyen esetben a szerződést. Jó, hát minden esetre most már megy erőtől, megnyugodhatnak, ugye megtörtént a szerződés, hát a MOL megvette, igen. Az Újpest nem fog kiesni az NB1-ből. Igen, hát ez eddig is biztos tehát volt. Most akkor? Hát kezdődhet majd egy újfajta építkezés, amire mindenki vár, főleg a szurkolók, és hát meglátjuk, hogy itt a nagy beharangozott és belengetett dolgokból mi lesz. Nem hallani semmit. Nem. Mondjuk hozzáteszem, nem, hogy nem ülök ott a kerekasztalnál, az épületben se vagyok, de most még annál is nagyobb a csönd az ismeretségi körömbe, aki úgy picit közelebb van ehhez a kerekasztalhoz. Mészői Gézának kell izgulnia, hogy maradhat-e majd? Hát ez jó kérdés, mert erről is... Mert ugye... szurkolók most azt hiszik, hogyha jól megy az Újpestnek, ők most odaálltak az Újpest mellé, ugye nagyon jó érzékkel Mészői Géza kiemelte, a szurkolók nélkül nem lenne ez a siker. De ez egyébként így is van. Tehát magyarul Mészői Géza, szurkolók egymásra találtak, most a szurkolók abban bíznak, reménykednek és hisznek, hogy marad az új szakmai vezetés mellett hát is. Hát ugye az alaphelyzet az lenne, hogy azért hozták oda, hogy bent tartsa a csapatot, ez tulajdonképpen megtörtént, mondhatjuk, ha még matematikailag nem is, de megtörtént. Hát úgy illene, hogy adjanak neki egy esélyt az új vezetőség is, de ugye azt is hallani, hogy egy ilyen Fradival párhuzamos egyesületet szeretnének felépíteni, nem is azt mondom, hogy csapatot, hanem egy egyesületet, mert ugye utánpótlás minden beletartozik. Na most, hogyha ennek azt az oldalát nézzük, hogy ugye ott mi történt, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy csak külföldi edzőkbe gondolkodnak, és külföldi olyan minőségű játékosokba, hát akkor igen, ez esetben lehet úgymond izgulnia, de én mondom, én azon az állásponton vagyok, hogy mindenféleképp meg kellene neki adni a lehetőséget és az esélyt, mert azt is lássuk be azért, hogy egy ilyen építkezés az nem egy nyár alatt fog lezajlani, és javítgatni, meg kicsit... Igazad van, de most, hogyha a Fradihoz méred az új, azt akarnák, ugye a Fradinál is volt egy 10 meccsig, egy magyar edző volt ott, és 10 meccsből 9 győzelem, és ugyanúgy megköszönték a munkáját, hát, mert külföldi edzőkkel hát, ide, hát ahhoz, beszélek, hogy igen. Te nemzetközi kupában is jól tudjál szerepelni. Ez most a tulajdonosoknak a gondolkodás. Ezt sem osztom igazából teljes mértékben ezt a véleményt. Nyilván ezen aztán el lehetne vitatkozni hosszú napokig, vagy hosszú hetekig. Mondom, egy ilyen építkezés azért egy viszonylag hosszú folyamat. Na most... Erre nincs idő sehol. Mindenki azonnal akarja az eredményt. De ez nem így működik. Tehát ez mondtad a tulajdonosnak? Hát ha oda kerülnék, nem a kerekasztalhoz, csak az épületbe és beszélgetnénk, akkor lehet, hogy mondanám, de hát igen, ez ilyen, erre szokták mondani, ez ilyen magyaros. Szegény, még úgy jár, mint a szegény Gálhédi Gyuri, és otthon várja, hogy munkát kapjon, mert ő is mindig megmondja őszintén a véleményét. Igen, hát Gyuri bácsival dolgoztunk együtt Budafokon, hát igen, ő nem szokta körbejárni a mondandóját, hanem ő kőkeményen megmondja azt, amit ő gondol,
és hát nyilván ezt sok helyen, vagy inkább úgy mondom, a legtöbb helyen nehezen tolerálják. Hát igen, sajnos. És nem azt nézzük, hogy ki milyen. Így van. Milyen jól áll most a magyar labdarúgás? Magyar labdarúgó válogatottra gondolok, ugye sorra nyerjük a mérkőzéseket, és a téma most igazából csak egy dolog. Ki védjen majd? Dibusz vagy Gulácsi? Igen, ennyi. Tehát egyszerűen most minden szurkoló, most nem talált semmiféle fogást, erre, ennyi van. Igen, hallottam erről egy beszélgetést a, nem is tudom, talán a Sport TV-n. Ott is nagyon hosszú percekig erről ment a, hát mondhatjuk, ilyen építőjellegű vitának. De ez jó valahol, nem? Mert abszolút, nincs más téma, abszolút, tehát nincs más és fogás. Még akkor nyilván van két ilyen kapusa a magyar válogatottnak, hogy gyakorlatilag bármelyik ujjába a harap is Rossi úr, az gond, de ne felejtsük el, hogy úgymond a második vonalat, a Tóth Balázs Szappanos Peti kettősét, hogy igazából még ők nem lettek úgy kipróbálva, hogy nagyon éles meccsen kapjanak lehetőséget, még ha az akár csak egy edzőmeccs, de egy komolyabb válogatott. De én biztos vagyok benne, hogy ha ne adj Isten, illetve adja Isten bármelyiküknek be kellene állni, ők hasonló szinten megoldanák ezt a dolgot. Kapásból? Ez nyilván ez egy kicsit szerencse meg lutri, hogy jön ki, de... Én merem azt mondani, hogy kapásból. Ezt csak azért kérdezem, mert ugye Gulácsi Dibusznál is ugye az egyik mérce ugye az szól Gulácsi mellett, hogy ő azért nem akármilyen csapatok ellen véd. Tehát ugye még a Dibusz meg a Kisvárda ellen véd, tehát ugye nem ugyanaz. Igen, ezért hallottam ezt is. Ez abszolút lehet egy úgymond edzői szempont, illetve egy alátámasztása egy döntésnek, de azt is látni kell a másik oldalon, ami viszont meg a Dénes javára billenti, hogy ezt azért vagyok most ebbe ilyen okos, mert végighallgattam ezt a statisztikákkal alátámasztott magasröptű beszélgetést, hogy nem is tudom, hogy a Dénes ahány válogatott meccsen védett, ott csak egyszer nem nyert a válogatott. Tehát... Bocs, igen, csak minden sorozat egyszer megszakad. Nyilván, de még nem szakadt meg. Hát ez az... Jó, de hát ha most ezt nézzük, akkor ha mondjuk egy csapat nyer egymás után 10 meccset, akkor a 11-re ne álljon ki, mert... Nem, csak tudod a Murphy milyen, majd az EB meccsen. De a Murphyvel nem tudsz mit kezdeni. Nem, ez így igaz. Az ugyanígy ez a Gulánál is bejöhet. Ugyanígy, ha ne adj Isten, megint hülyeséget mondok, adj Isten, beáll mondjuk a Tóth Balázs, lehet, hogy világklasszis teljesítményt nyújt, de az is lehet, hogy nem sikerül neki az első. Tehát ezt nem lehet így előre megmondani. Milyen érdekes, hogy erről mennyien vitatkozok, hogy ki védjen, aztán lehet, hogy a sors teljesen más fog majd és ez, igen, ezt akartam mondani. Mert meg oly messze van, bizonyos szempontból az Európa bajnokság. Sajnos igen, és ugye ezt a sérülés faktort, ezt nem lehet kihagyni belőle, mert ezt nem tudod. Tehát ha jön, akkor jön. Elég egy edzés, nem is kell meccs. Bármi, hát megsérülni sajnos bárhol meg lehet. Úgyhogy ezért számomra érdekes már most az a téma, hogy elbénk, hiszen az még messze van bizonyos szempontból. De ugye ilyenkor, mikor egy ilyen nagy lélegzetű esemény akármilyen sportágba közeledik, akkor ugye a szurkolók, újságírók mindig eljátszanak ezzel a gondolattal, hogy rakjuk össze az ideális csapatot, ők kit rakna be, kit hagyna ki, millió név pörög, forog, nyilván mennek a viták, hogy ki azért kerüljön be. Most is olvastam pár nevet, akit úgy hiányolnak onnan, és hogy nem értik, de hát ez ilyen szempontból nem a mi dolgunk eldönteni. Így van. Na de erről egyébként a kapitánynak se kellene beszélni, én azt gondolom. Majd amikor jön meccs előtte, kihirdetés, kész. Tehát, hogy mondjam, nem kell erről beszélnie már ennyibe előtte? Hát ezekről a dolgokról? Annyiban kell, igen, hogy folyamatosan megkérdezik tőle, tehát akármilyen sajtótájékoztatóra megy, ezek a személyi kérdések, akár nem csak a kapusposzton, ezek felmerülnek, és muszáj beszélnie róla, még akkor is, hogyha azért hallgatom egy-két nyilatkozatát, nagyon-nagyon rutinosan és okosan elmozogja ezeket az egyértelmű kijelentéseket.
nem lehet kibújni alóla. Tehát nem, én azt gondolom, hogy egy újságíró kérdésére nem mondhatja azt, hogy bocs, de most erre nem válaszolok. Majd az idő eldönti. Majd idővel megtudják, ugye? Meg. Az biztos, hogy meg, mert egyszer csak eljön az első meccs, és ott ki kell menni a pályára valakinek. Egyes hírek szerint már félig meddig ez a rafináltan megfogalmazott Rossi-féle mondatok között ott volt, hogy a Fradi szurkolóktól elnézést kért? Előre? Igen, hallottam én is ilyen véleményt. Hát nem, én nem olyan karakternek ismerem, hogy ő most így előre bárkitől is elnézést kérjen. Na látod? De már ilyenek jönnek. Látod? Ezért mondom, tehát egyszerűen az, hogy nem de kész. De Conteo elméletek hol mindig van, is hol voltak. Van még a hát, RB, ezt kell mondani, és ennyi, kész. Hát de ő ezt is mondja. Kész. És ez, de utána nem fognának születni ennek, hogy ő már most előre elnézést kér a Fradi szurkolóktól, hogy a Gulácsi fog védeni. Én ezt nem hallottam ki egyik mondandójából sem, és azt nem mondom, hogy ismerem, mert találkoztunk, de nem olyan mélységben, hogy azt merjem mondani, hogy ismerem, hogy én tartom annyira karakteres embernek, és be is bizonyította az elmúlt x év, akár a Honvédba, akár a válogatottnál, hogy ő előre nem fog szerintem szabadkozni senkinek, viszont utólag, hogyha ne adj Isten, és itt most helyes, nem olyan döntés, vagy nem olyan teljesítmény lenne, akkor ő lesz az első, aki ebbe beleáll az újságírók előtt, a saját személyével kapcsolatban. De eddig még jó. Nem nyúlt mellé. Egyébként mi alapján lehet eldönteni esetben, hogy kinek szavazzak bizalmat? Hát ha most ebből a konkrét esetből indulunk, és most tényleg leszűkítjük a Dénesre, meg a Gulánra. Tehát most nem mondd el, hogy ki, csak hogy mi alapján? Millió szempontot fognak mérlegelni, és aztán lehet, hogy egy szubjektív döntés fog születni. De majd megpróbálok finoman a Kavicsnál érdeklődni, hogy hát ha ő... Ezt annak ide nem tanítják? Kapus edzőiskolában? Hogyha oda kerülsz, akkor... Azt nem ott tanítják. Illetve ott nem tanítják, hanem ebbe egy csomó szempontot figyelembe veszek esetleg én is a magam kisebb szintjén, és aztán tényleg van egy megérzés faktor is benne. Tehát itt van nagyon-nagyon sok a teljesítmény edzésen, mérkőzésen, testbeszéd, hozzáállás, mentalitás, fizikális felkészítés, sérülés, nagyon sok. Uh-huh. És utána jön a jósnő a fejbe, hogy ő mit mond, hogy ez most hogy legyen. Jó, egy szakmai egy kicsikét, azt mondják, hogy azért kell a Gulácsinak védeni, mert előtte a válogatottban csapattársa Orbán Vili van. És ugye ők jól összeszokhattak, és emiatt aztán így sokkal stabilabb lesz. De amikor Dénes védett, akkor is ott volt az Orbán Vili előtte. Is, meg nem is. Tehát ez nem egészen így volt. Tehát nem mindegyik meccsen. De most nem is ez a kérdés, hanem az, hogy ez lehet-e szempont, vagy nem, ez hogy is ők bajnoki meccsen is. Így van, hogyha ha most így lemegyünk ilyen apró részletekig. Csak ennyi. Ez is lehet. Mert ez ugye szakmailag ez akkor, úgy. Akkor ezután jön az, hogy mondjuk a Gulán sárga cipő van, és akkor a másik két védőn is, akkor ezek biztos, hogy... Az oké, jó, de persze, de ez nem mindegy, hogy a csapattársam van előttem, vagy mindegy? Ezt te nem, tudod? Nem mindegy, nyilván nem mindegy, de ezen a szinten kicsit mondhatom azt is, hogy mindegy. Már mindegynek kell lenni. Mindegy. Tehát annyira, annyira profik ezen a szinten, és itt egy válogatottról beszélünk. Tehát ez nem dönthet. Együtt dolgozik ez a keret már x éve, azért mondom, hogy ha a Dénes van bent, ő is ugyanazt a taktikát akarja végrehajtani, mint amit a Gula, de ez én szerintem ez nem mérvadó szempont. Miért nem arról beszélünk, hogy ki fog gólt lőni? Ott is jól állunk. Igen? Szerintem ott is jól állunk. Abszolút, sőt, szerintem én azt gondolom, évek óta nem álltunk ilyen jól hatékonyságban. És én szurkolok is nekik, nekem nagyon tetszik. Akkor most összeállt teljesen a csapat, akkor azt mondod? A játéka nekem nagyon tetszik. Hát én, ha megnézek Fradi meccset, akkor azért nézem meg, hogy az ő játékára vagyok kíváncsi.
De most akkor teljesen komplett a csapat, a válogatott? Szerintem komplettnek soha nem lehet egy csapatot nevezni, de most de közelít meg, hozzá, most nagyon ott vagyunk. Így. Igen, igen. Szerintem még van egy-két olyan poszt, és ezt nyilván ezt is lehetett olvasgatni, hogy amit még nem is azt mondom, hogy keresgél, Rossi úr, hanem próbálkozik más embereket is behelyettesíteni a mi van, hogyha kérdésre választ kell adni. És ugye itt a két hónap távlatában. De én azt látom, hogy szerintem ilyen 80-85%-ban megvan ez a válogatott. Egyre több helyen külföldön, külföldi szaklapokban is lehet hallani, olvasni, hogy magyar válogatott lehet az egyik nagy meglepetés csapat az EB-n. Már most előre ezeket ugye több helyen mondják. Ez most csak bejelentés, hogy elbízza magát a magyar válogatott, vagy valóban okozhat nagy meglepetést? Ennyitől nem fogják magukat elbízni, ebben biztos vagyok, de legyen így, szurkolok, hogy egy nagy meglepetés legyen, még hogyha mondjuk ez nem is a dobogó, de dobogó közeli, viszont azt se felejtsük el, hogy 86-ban olyan statisztikák jöttek ki, hogy mi leszünk a döntőbe, és ott mi történt, soha ne történjen meg még egyszer. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy nem fogják ettől, hogy ilyen statisztikák, ezek jönnek-mennek, attól függ, hogy melyik... Nem is statisztikák most már, hanem csapatok vezetői, vezetőedzői most kürtölik. Azért is mondtam, kérdeztem így, hogy kérdeztem. Hát persze szoktak ilyen pszichikai hadviselést folytatni, de erre megint csak azt tudom mondani, hogy ezen a szinten már nem. Uh-huh. Tehát itt már a valós tudás azért jobban számít, mint az, hogy most melyik edző milyen vicces kedvében van, és mit próbál terjeszteni. Jó, csak az feltűnő, most megyre több helyen ezt mondják, hogy a magyar válogatott lett az egyik nagy meglepetés csapat. Én azért úgy látom itt a hosszú évek folyamán, és most már mondhatjuk ezt a Rossi úr munkájáról, hogy ő azért kőkeményen földön tudja tartani ezt a csapatot, ha kell. És azt is látom, tudom, hogy el is tudja engedni, hogyha kell, és ok van rá. És itt a pont. De ez a kombó, ez teljesen jó, és nyilván most innentől a következő 3 hónapban a földön tartás a cél, de azt is tudom, hogy a játékosoknak sem kell ezt mondogatni folyamatosan, mert ők is tudják, hogy mire készülnek. Egy játékosnak ilyenkor lassan telik a nap, a hét, a hónap? Hát mivel ugye mindenki játssza a maga bajnokságát, nem telik olyan lassan, mert ugye a napi feladatokra kell napi koncentrálni. Nyilván, ha most csak a Szoboszlairól beszélünk, ugye ott mennek a bajnoki címért, mindenki a saját bajnokságában azért a célért, ami éppen elérhető. Itt inkább egy lehet, ami egy kicsit ott a fejekbe motoszkálhat. Nyilván, akik a határon mozognak, hogy bekerülhetnek, nem kerülhetnek, azoknak az, hogy minél jobb teljesítményt, gyerünk, mert még oda lehet érni arra 4-5-6, nem tudom hány hely van még így függőbe. Most tényleg jut eszembe, most megemelték végül is, most több. Nem tudom. Mert ugye most ez téma volt, hogy lehet, igen, hogy nem tudom. Több játékos a másik, lehet nevezni. A másik, ami viszont ilyen Achilles pontja ennek az egésznek, amiről már beszéltünk, a sérülés. Hogy inkább attól úgymond idézőjelbe fél mindenki, hogy nehogy ebbe a hátralévő 1-1.5 hónapban, ami még a bajnokságokból van, bármi olyan történjen, mert ugye az nyilvánvaló, hogy ha kimész a meccsre vagy edzésre 100%-ot kell adni, vagy meg lehet még többet is, és ezt nem tudod befolyásolni. Zárásként pénteken Újpest-Zalaegerszeg meccs. Mind a két csapat megmenekült a kieséstől, akkor fix újpesti győzelem, mert a Megyeri úton lesz a meccs. Hát nem mondanám fixre, mert azért az Zalaegerszeg is feltámadt poraiból elég szépen. Szerintem egy jó meccset fognak játszani, mert ilyen szempontból mind a két csapat úgymond felszabadult, már a nagyon nagy nyomás alól. Mind a kettőben most a támadójáték elég jól működik. Érdekes lesz Kroezét megnézni Újpest ellen, ha játszik, reméljük játszik. Én azt gondolom, hogy egy ilyen közönségszórakoztató, gólgazdag találkozót várhatunk Újpest győzelemmel.
Köszönöm szépen, itt voltam. Én is köszönöm. További sportosat.